Ciklusértékelő. Több 100 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az elmúlt 5 évben Hajdú-Biharba. Letették az alapkövet. Görögkatolikus templom épül Hajdúnánáson. Újabb vármegyei siker. Országos versenyen díjazták a nánási strucc farmot. Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Megyei Tükör, a Debrecen Televízió Hajdú-Bihari témákkal foglalkozó magazinműsora. 10 év alatt 1500 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Hajdú-Biharba. Egy évtized alatt megduplázódott a vármegye GDP-je, és nőtt a foglalkoztatottság is. Egyebek mellett erről beszélt ciklusértékelőjében Pajna Zoltán. A vármegye önkormányzatának elnöke hangsúlyozta, nehéz csupán az elmúlt 5 év mérlegét megvonni, mivel az uniós fejlesztési időszakok nem fedik pontosan a hazai választási ciklusokat. Az új vármegyei képviselőtestület alakuló közgyűlése október 8-án lesz. A napi pártpolitika helyett szakpolitikai kérdések mentén dolgozott a vármegyei önkormányzat az elmúlt ciklusban. A közgyűlési munkát többnyire a konstruktív viták és a kompromisszumkeresés jellemezte. Pajna Zoltán az Esti Közelkép című műsorunkban értékelve az elmúlt időszakot azt mondta, nehéz csupán a 2019 és 2024 közötti ciklus eredményeit értékelni, mert a fejlesztési források hazai és uniós ciklusokat átívelve valósulnak meg. Ezért indokoltabb a 10 éves periódusról beszélni. A megyében a GDP az megduplázódott, a foglalkoztatási százalékok most már több mint 55 ezer emberre több dolgozik, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát mondhatjuk, hogy a munkanélküliség 13%-ról 6,1%-ra esett. Pajna Zoltán hozzátette, ezek az eredmények már makrogazdasági szinten is értelmezhetőek. 2019 és 24 között ugyancsak fontos szerepe volt a vármegye önkormányzatának a vidéki települések fejlesztésében. A megye székhelyen zajló dinamikus gazdasági folyamatok, beruházások az agglomerációt is felértékelték. Debrecen vonzáskörzetének átfogó fejlesztése az elmúlt időszakban is kiemelt feladat volt, és az lesz a jövőben is. Fejlesztjük az ipari területeket, több mint 300 hektár ipari területet sikerült az elmúlt időszakban fejlesztenünk, ahol lehetőség van a vállalkozóknak befektetni, ipari tevékenységet folytatni. Emellett megyeszerte megújult számos piac, vásártér, amelyek a helyi termékek gyors, közvetlen piacra jutását segítik. A most zárult ciklusban jelentős infrastrukturális fejlesztések is történtek. Az úgynevezett integrált közlekedés fejlesztési operatív program eredményei már ma is vármegye szerte érzékelhetőek. Régi vágyunk volt, hogy először ugye Debrecenbe eljön az autópálya, amikor már itt van az autópálya, akkor hogyan tudunk tovább menni. Ugye először a Berettyóújfalu, azt követően most már ugye Nagykerékeig megépült az autópálya, de a 48-as út országhatár és Debrecen közötti szakaszának a teljes felújítása, a 471-es út felújítása, vagy az a több mint 95 kilométer kerékpárút, amit sikerült ebben a ciklusban újonnan megépítenünk. Azt gondolom, hogy ez az infrastruktúra fejlesztési részét lefedi. Pajna Zoltán egészségügyi, szociális és kulturális intézményi fejlesztésekről is beszámolt, megemlítve, hogy több mint 1100 identitás erősítő programot is szerveztek az elmúlt időszakban. Ezeken a családi és falunapokon 150 ezer ember vett részt Hajdú-Biharban. A koncertek mellett a látványos fényfestések is színesítették a települések kulturális programkínálatát. Pajna Zoltán beszélt a vármegyei közgyűlésben folyó munkáról is, hiszen az ottani konstruktivitást tette lehetővé a források hatékony felhasználását. A lényeg az, hogy minden településre el tudtuk vinni ezeket a forrásokat, és valóban szintén mondhatom, hogy az elmúlt 10 év, de az elmúlt 5 év is arról szólt, hogy sem egy hangos vita, a személyeskedések természetesen véletlenül sem lehetnek, és hát ha lehet azt mondani, hogy majdnem baráti hangulatú közgyűlések vannak, ahol mindenki tiszteli a másikat, attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy másoknak esetleg más politikai nézetei vannak. Pajna Zoltán reméli, hogy ez a szemlélet jellemzi majd a következő évek munkáját is. Az új összetételű vármegyei közgyűlés október 8-án tartja alakuló ülését.
Új templommal gazdagodik Hajdúnánás. A városban 2018-ban jött létre az önálló görög katolikus parókia. A helyi gyülekezet folyamatosan gyarapodik, és a hívek hamarosan új otthonukba költözhetnek. Hajdúnánás első görög katolikus templomának alapkövét a napokban tették le. Hajdúnánás központjában áll a Szent Háromság római katolikus templom. Az épületet régóta megosztják a görög katolikus hívekkel is, hiszen ennek az egyháznak még nincs temploma a városban. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a felekezetek jól megférnek egymás mellett. Hagyományosan nagyon jó, mert maga a görög katolikus liturgikus ellátás, szentségi áldás az nagyon régi. Tehát a hajdúdorogi görög katolikus parókiáról mindig jártak át papok. Nem végeztek konkrét szervező tevékenységet, de ellátták a híveket. Liturgiát végeztek, eskedtek, kereszteltek, temettek, tehát amilyen régi egy volt. Úgyhogy és mindig a római katolikus templomban. Tehát ez egy több évtizedes együttműködésnek olyan szeretménye, úgymond. A társbérlet már nem tart sokáig, igaz, nem költöznek messzire a görög katolikusok. A római katolikus templom mögött jelenleg üresen álló területen működött, egészen az 1940-es évek végéig a katolikus iskola. Most itt épül majd fel a görög katolikus imaház. Közel 7-800 híve van a görög katolikus egyháznak, és ez már indokoltá tesz, hogy egy önálló templom, egy imahaj. Imahelyet alakítsunk ki. Hát ez az álom, ez 2018-ra datálható, amikor megalakult itt az önálló görögkatolikus parókia, a görögkatolikus közösség, ugye önálló pappal, és 2019-ben kezdett körvonalazódni, amikor is a város ezt a telket az egyház haszonélvezetébe adta. És akkor kezdett el a konkrét templomterve kialakulni, volt több terv, tehát igazából egy fatemplomtól elkezdve egészen egy a mostani tervekig, tehát egy rendesen egy kőből épült templomig, amik alapvetően egy fatemplom stílus jegyét fogja magán hordozni. Az alapkőletételi ünnepségen Kocsis Fülöp tartott liturgiát, az érsek metropolita szerint az építkezés látványosan mutatja majd a felekezet erejét, de lélekben is tovább kell erősödnie az itteni közösségnek. Az építkezés a lelkekben folyik. Tehát kőre követ rakhatunk, szép épületeket emelhetünk, de attól nem változik meg az életünk. A mi életünkről van szó, nekünk kell épülnünk, nekünk kell fejlődnünk, változnunk, és ez a kereszténységnek egy nagyon fontos üzenete, hogy összetartozunk, hogy egy közösségben nem tudunk meglenni egymás nélkül. Ezt felejti el ma Európa, hogy individuumokat próbál öntudatra ébreszteni, hogy valósítsd meg magad, és független egy a többiektől. Akkor tud az ember kibontakozni, hogyha élő kövévé válik a közösségnek. Itt nagyon szépen az előző atyák munkája nyomán is, meg ahogy most itt Imre atyáik dolgoznak, szépen fejlődik, épül a közösség, és hát ez most kibújik a földből, és majd láthatóbbá lesz az épületben is. Az elmúlt időszakban a Vármegyében két új temploma épült az egyháznak, a debreceni Főszékes Egyház átfogó felújítása pedig jelenleg is tart. Egyre több helyen vagyunk jelen, de ez nem jelenti mondjuk az anyaegyház, anyaközösségnek a gyengülését, hiszen a Attila téren a Székesegyházat is építjük majd, és én most életben vagyunk, és hát egy év múlva mindenkit meghívunk majd a fölszentelésére, az újraszentelésére. De hát ugye a hely a hagyományos közösségből elköltöznek görögkatolikus családok, és szeretnék megőrizni a hitüket, ott is megélni a hitüket, a gyermekeknek továbbadni, esetleg mások is vonzónak látják ezt az életformát. Nagyjából így fejlődnek ki ezek a közösségek. Dunántúlon is vannak új közösségek, új templomok is, hála Istennek. Tehát nyilván fejlődés, hát ha nem fejlődünk, akkor nem élünk. Élünk, tehát fejlődünk, ezen dolgozni is kell, és én örömmel látom, hogy paptársaim szépen dolgoznak, Jóisten megáldja ezt a munkát, tehát van látszatja is. Az új templomban, amelyet Szent Lukács tiszteletére szentelnek majd fel, a tervek szerint 2026-ban tartják majd az első liturgiát. Ahogy mindig 12 nemzet színésze van az országnak, úgy a Hortobágyi pusztában is 12 örökös pásztort választanak. Itt is akkor kerülhet új pásztor a kiválasztottak közé, ha az egyik tag eltávozik az égi legelőkre. Ez legutóbb a lovas napok alatt történt meg. A legújabb, legfiatalabb örökös pásztor most Bordás János Csikós számadó, aki már több mint 40 éve vigyázza a ménest Hortobágyon.
Hortobágyon az a mondás járja, hogy a pásztorhivatás itt apáról fiúra öröklődik. Persze vannak kivételek. A legújabb örökös pásztor, Bordás János sem őseitől leste el a csikós mesterség fortéjait. Mondhatnám azt, hogy véletlen lettem csikós, de viszont annyira nem, mert én gyerekkoromban sportlovas voltam, és 80-ban a teljesbe kerültem, és ott lebetegedtek a csikósok, és akkor én a csikósokat leváltottam, mivel hogy tudtam lovagolni. És aztán úgy megszerettem, és mondta az akkori teljeselnök, hogy ha akarok, akkor maradjak csikós. És azóta is az vagyok több mint 40 éve. Szép maga ez a természet. Tehát azért, mikor egy ilyen levegőbe beleszagol az ember, akkor az feledhetetlen. Meg hát, hogy ez a rengeteg madár, gyönyörű sok növény, az állatok szeretete, gondolom ez fogott meg. És én úgy vagyok ebben, hogy meg mindig mondani is szoktam, hogy akit ez megfertőz, az utána nem fogja tudni abba hagyni. A ménes mellett sok a munka, és nem is lehet mindent gépesíteni. A gémes kúton a vizet épp úgy fel kell húzni, ahogy azt 100-200 éve tették az akkori csikósok. Most a nyáron, hogy ilyen nagy melegek voltak, így lehet mondani, hogy két óránként azt az 50-60 dézsát fel kellett húzni. És hogy szoktam is mondani, hogy nekünk ez a fitness termünk, úgyhogy mi nem váltunk ki egyet bérletet. Majd ősszel, ha szárazabb lesz a mezei, akkor szoktak jaut inni, igazán jaukat inni még. De nem is árt, mert olyankor az ember már fázik idekin, átsorogni a lau mellett, és akkor szoktunk egy kis vizet húzni, azt mindjárt átpesdül az ember vére. Vagy a lovat jártassuk egy kicsit, mert azért olyankor már ő is fázik, azt akkor már elevenebb. A csikósok munkájához hozzátartoznak a bemutatók is, nem csak a pusztában, de külföldön is. Bordás János is tagja volt annak a csapatnak, aki az egykori angol királynő II. Erzsébet előtt is fellépett. A nyáron elhunyt Kordás János helyére őt választották maguk közé Hortobágy örökös pásztorai. Állítólag ez nem úgy van, hogy azért, mert több mint 40 éve, hanem hogy ezt a szakmát fenntartani, átadni, továbbadni a fiataloknak, ez erről szól, tehát mindegy az, hogy hány éve, hanem hogy mennyire van benne. Az, hogy örökös pásztor lettem, még nem változtatott az életemen, annyit csak, hogy eltelt az idő. Úgyhogy erre csak ennyit tudok mondani. Nagy megtiszteltetés amúgy, mert azért örülök neki. Csak hát annyi van, hogy múlik az ideg. Nem öregszünk, csak telik az ideg. Az idő pedig még munkával telik, hiszen Bordás János aktívan dolgozik, és nem gondolkodik arról, hogy meddig. Itt azért ki van téve az ember az időjárásnak, és a legtöbbnek a szívivel van a probléma. Tehát azért ez az időjárás, hogy vagy nagyon meleg van, vagy már így ősszel ezek a hideg, esős, nyírkos idők, csontba másznak az embernek, tehát nem tudom, meddig lehet. Nekem 65 éves koromig csinálnom kell mindenképpen, hogyha, ha az Isten is úgy akarja. Bordás János az utánpótlás nevelésben is részt vesz. Kedvenc mondása, hogy a csikósok életében csak az első 30 év a nehéz. Ami azt jelenti, a pásztorhivatás életen át tartó tanulást, türelmet és kitartást igényel. Újabb vármegyei siker az ország legszebb birtoka versenyen. A Nánási Strucz farm a mostani megmérettetésen a legszebb fiatal gazda birtoka elismerés mellett a közönségdíjat is elnyerte. A telepen jelenleg 150 tenyészállat él, ezzel Magyarország legnagyobb termelő strucz állományával rendelkeznek. Struccot a legtöbben csak állatkertben látnak. Ezen a Hajdunánás melletti telepen azonban mindenhol ez a nagytestű futómadár tűnik fel. De miért is dönt egy fiatal gazda úgy, hogy mondjuk sertés vagy szarvasmarha helyett inkább struccot tenyészt? 1993-ban édesapám benne volt abban a gazdasági társaságban, akik legelőször Magyarországra hoztak kis madarakat. Én is az unokatestvérem, mi a
nyári szünidőt szinte mindig ott töltöttük a Strucz farmon, és igazán nagyon hozzánk nőtt ez az ágazat, és mi 2013-ban kezdtünk el egy teljesen új telep kiépítését, és igazából itt vagyunk most. A tenyészállomány az általában fix, most 150 darab tenyészállatunk van, amellett vannak olyan madarak, amiket folyamatosan vágóállatoknak nevelünk, vagy hozunk be a telepre, azt nyugat-európai piacra értékesítjük, és vannak a kismadarak, amiket mi kikeltetünk, egy hónapig előnevelünk, és utána értékesítünk, vagy helyezünk ki. A nyugat-európai piac a legnagyobb felvevője a struczhúsnak. A nánási telepen egy tojó évente átlagosan 30-35 tojást rak, tavasztól egészen ősz közepéig. Ezekben a hetekben azonban már csak elvétve lehet tojást látni a kifutókban. Ezek tenyészmadarak, ezek már azért sokkal jobban megszoktak minket, hogy nem bántjuk őket, és azért ők sokkal jobban emberbarátabbak, mint a növendékállatok. Hát ez már egy szezon végig kisebb tojás, de az is van egy ilyen 1 kg 20 deka. Ezeknek a tojásoknak egy 2-3 mm vastag a héja. Azért ehhez kis kalapács vagy nagy konyhakés kell, hogy fel tudjuk törni. Hogyha a kukót szeretnénk meghagyni, akkor meg egy vagy két ponton kell kifúrni egy fúróval, és akkor igazából ki kell fújni. Ebben az időszakban még minden korosztályú struc van a farmon. Néhány napos csibe, növendék és felnőtt madarak is. A struc az 42 napra kell ki. 38 napig vannak a keltetőben, addig egy minden baromfitől eltérően alacsony páratartalmon kell keltetni, ilyen 30% körülin, és csak az utolsó 4 nap kezdünk el párásítani azért, hogy a tojásoknak a felülete igazából elkezdjen puhulni, és a madarak könnyebben ki tudjanak kelni. A tojás súlyához képest egy ilyen 70%-ra kelnek ki a kis madarak, szóval egy 1 kg 20 dekás tojásból durván egy ilyen 90 dekagram körüli kismadár kell ki. Az első 5 nap nem kapnak enni, az első naptól kapnak inni, akkor még további súlyvesztés van igazából a kismadaraknál, és az 5. naptól kezdve kapnak ennivalót, és akkor egy hónapos korban egy ilyen 3 kilót el tudják érni. Az elején majdnem olyan növekedés ereje van, mint egy broiler csirkének. Mindig azt mondjuk, hogy a növekedési erejét azt nagyon-nagyon fontos kihasználni ennél az állatnál is. A farmon végzett munkát országosan is elismerik. Néhány hete az ország legszebb birtok a versenyen nyerték meg a fiatal gazda kategóriát és a közönségdíjat is. A jelölés igazából minket is úgymond meglepett, mert nagyon örültünk, hogy egy ilyen rangos versenyen el tudtunk indulni. Ilyen nagyon nagy lelkesedéssel töltött el, hogy a szakma is már úgy érezte, hogy mi telepünk alkalmas lehet egy ilyen rendezvényen való megjelenésre. Ennek az ágazatnak eléggé nagyon gyenge most a PR-ja, úgymond, és az, hogy részt tudtunk venni, és sikert tudtunk elérni, nagyon sok érdeklődés, megkeresés volt, és nekünk ez nagyon nagy öröm. Az elmúlt 10 évben folyamatosan fejlődött és bővült a telep. A következő terv is megvan már, egy saját feldolgozó üzem építését szeretnék hamarosan elkezdeni. Önök a Megyei Tükör adását látták. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!